Szeretettel köszöntöm Kósa László tiszteletes urat. Én is köszöntöm szeretettel. Elindult egy nagyon érdekes kezdeményezés itt Nyíregyházán, a Sóstói Egyház közösségben. Egy picit mesélj nekünk arról, hogy hogyan vette ezt kezdetét. Gyülekezetünk nagyon sok olyan programmal gazdag a régmúltban is. A régmúltat azt a 20 évre visszamenőleg tudom datálni, ami egy kicsit úgy pesdíti a gyülekezetnek az életét, azon túl, hogy vannak megszokott alkalmaink, a vasárnapi, a hétköznapi istentiszteleteken túl. Olyan programokat szervezünk és szerveztünk hosszú éveken keresztül, amik egy kicsit úgy rányitnak a világra, az emberekre. Egyfajta, hadd fogalmazzam így meg, hogy missziós célzattal, szándékkal, hogy megmutassuk azt, hogy egy gyülekezetnek, egy egyháznak olyan gazdag tud lenni a közösségi élete, amiben mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelőt, akár korosztályonként is, akár pedig akár a képzettségének megfelelő módon is. Az, hogy a gyülekezetünk ezt igényli, hogy legyenek olyan egyéb alkalmak, ahol az jelen helyzetnek a kiértékelése, azok az össztársadalmi problémák felvetésre kerülnek, amelyek a gyülekezetet közvetve, vagy éppen a hívőket közvetlenül is érintik. Ezeket jó, tartalmas együttléttel jó kibeszélni. Ehhez persze természetesen leginkább külső segítséget vonunk be. Előadók érkeznek hozzánk, akik elmondják az ismereteik, tapasztalataik alapján mindazt, ahogyan ők látják az életet. Tehát jó egymástól tanulni, és jó ez a fajta kommunikáció, amiben mondhatom azt is, hogy egy kicsit ugye feldolgozás, az adott kihívásra, feladatra nézve a feldolgozásnak a folyamata is zajlik. Több alkalom is volt már. Milyen témákkal foglalkoztatok eddig? Ez a program onnan indult, hogy 2019-ben nyertünk egy pályázatot. Az egy 6 alkalmas rendezvény sorozat volt. Csak hát ugye menet közben a Covid helyzet közbeszólt, és tolnunk kellett a megvalósítást. Aztán majd 2021-ben teljesen az egész naptári évet lefedve próbáltuk úgy elosztani ezt a 6 alkalmat, hogy jusson azért a téli csendes időszakokba is, illetve a nyári időszakokban is olyan előadás, ami egy kicsit úgy, megint csak azt tudom mondani, hogy a nyitott templom valóságát láttatja, mutatja és felkelti az emberekben azt az érdeklődést, hogy hát a templomba jövetel lehetősége, és maga a gyülekezetnek az emberekhez, társadalomhoz való közelsége az egyben adott. És ezt hadd fogalmazzam így meg, hogy ez egy ajtó, ez egy kapu sokak számára, ez a 6 alkalmas rendezvénysorozat, amiben volt olyan előadó, aki a saját életének a tragédiájáról beszélt, arról, hogy hogyan állt fel, és hogyan jutott el a csúcsig, a sikerig, hogyan győzte le hittel azt, amiben ő fiatalon, nagyon fiatalon, meggondolatlanul belekerült, és azt lehet mondani, hogy dobogóra is állt. Az ő neve Dani Gyöngyi, aki kerekesszékes paralimpikon vívó volt. Nagyon sok fiatal vett részt, és igen, nekik ajánlottuk különösképpen azt az alkalmat, hogy nem feltétlen fontos, azt gondolom, hogy egy, és ő is bizonyította mindezt, hogy egy problémával a végre gondolni, hanem egy problémával igen, oda lehet menni az Istenhez. Tulajdonképpen ő bizonyságot tett, és életszerű volt, életszaga volt annak, amit mondott. Aztán volt olyan előadás, aki a dr. Bodó Sára, a Debreceni Hittudományi Egyetemnek a docense, megint csak aktuális témát érintett, ez a Covid utáni időszak, a Covid mentális, lelki egészségre gyakorolt hatása. Olyan
előadást tartott, és aztán majd később egy beszélgetésé változott a résztvevők és az előadók között, amiben ő maga ott arról a helyről nagyon-nagyon sok érezhető módon nagyon sok segítséget nyújtott azoknak, akiket akár a szerettüknek az elvesztése okán, akár pedig a megbetegedésük okán mélyen érintett a Covid tragédia. Csak 6-ból 2-t így ízelítőképpen az elmúlt év történéseiből. Nagyon komoly és súlyos témák egyébként, viszont én azt gondolom, hogy egyrészt inspirálóak is, és erőt adnak a gyülekezeti tagoknak, és talán az a legfontosabb, hogy nem csak a gyülekezeti tagoknak, hiszen széles körbe eljuttatjátok ezeket a rendezvényeket, és akár vártok olyan embereket is, akik még csak most ismerkednek a hittel, a templomokkal, azzal, hogy csatlakozzanak egy ilyen gyülekezethez, és a részeseivé legyenek valami olyannak, ami igazán jelentőségteljes, és tud pluszt adni az emberek életéhez. És nekem is például, ugye ez a helyszín, 15 éve én nálatok konfirmáltam, és igazán közel áll a szívemhez. Most pedig egy nagyon különleges alkalom következik majd, egy nagyon-nagyon aktuális témával. Igen, ebben az évben a második alkalom. Hadd beszéljek egy kicsit az első alkalomról. A református költők hagyatékából volt egy kis előadás Varga Sándor, a Szatmárnémeti Harag György Társulat, a színház egyik jeles, kiváló színésze, református, ízig-vérig protestáns, sőt azt lehet mondani, hogy nyakas kálvinista és presbiter a gyülekezetébe, és elköteleződött a református egyházhoz, és fontosnak tartotta azt, hogy azokat az értékeket, amiket 500 éven keresztül hordoz a református egyház, ezeket egy nagyon kedves előadásban a fiataljaival, a kis színtársulatával bemutassa. Fontos az, hogy lássuk, hogy vannak értékek a református egyházban, illetve azt is kell lássuk, hogy veszélyben is vagyunk, veszélyben vannak vannak a gyülekezeteink, a híveink. A keresztény üldözés a 21. század elején ezzel a címmel fog majd előadást tartani a ránk következő vasárnapon Györfi Károly, aki ebben a témában szakavatott, könyvet is írt róla. Azt gondolom, hogy olyan veszélyre hívja fel a figyelmünket, jó előre beharangozhatom ezt, amiket nem szabad, hogy elhallgassunk. Hála a Jóistennek, hogy mi itt ebben az országban békességben élhetünk, és megélhetjük szabadon a hitünket, gyakorolhatjuk a vallásunkat, bár sok helyen ebben a világban ez nem így van, és ezt hívő felelősséggel kell, hogy felvállaljuk azt, hogy erről szót ejtsünk, illetve fontos, hogy értük, a veszélyben lévő hívőkért is tudjunk imádkozni. Így van, én ott leszek, és bíztatok mindenkit arra, hogy vegyen részt ezen az alkalmon, és látogasson el hozzátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a meghívást.